én is ültem már egy ötös, most is van folyamatban. És lényegtelen, nem ez a lényeg. Az a lényeg, Tobak, hogy csúnyán beszélsz. Mit látottam én neked? Hát az, hogy basztod a számot a lájba, az. De Tobak, jobban vagyunk, vagy nem vagyunk jobban? Nem vagyunk jobban, Steve. Miért? Átadtam neked? Basztod a számot a live-ba. Na, Tobak, mindenki bassza a TikTokon egymás száját, azért, hogy szívjuk egymást. Nem, nem mindenki bassza, ha valaki bassza a számot, és én itt vagyok Magyarországon, akkor oda megyek hozzá, hogy bassza már meg akkor a számot. Á, gyerekek, ez nagyon kemény. Tehát ez... Csávok. Ilyen nem mászkál. Kamerák. Nem, ez nem, Tobak, ez nem az a baj. Nem az a baj, hogyha azt akarod, hogy tényleg verekedjünk, akkor menjünk be egy ringbe. És amikor ringbe hívtalak, akkor meg azt mondtad, hogy szkandalozunk. Tobak, nem hívtál ringbe. Nem hívtalak ringbe. Ezt is elfelejtél? Ezt hívtál is ringbe? Azt mondtad, nem jössz az én pályám, mondta, nem jössz. De a bandit miért nem hívtad ringbe? Bandit is hívtam. Bandit hívtad. Most hogy jön ide a bandi? Tényleg a bandit hívtad? Itt egy róka. Róka, baszki. Gyönyörű. De Tobak, baszki, nekem hülye vagy. Szeret, bazzek! Szeret. Most, hogyha nem azt mondom, hogy szeretek. Basszam. De olyan hülye vagy. Fogd meg a rókát. Hülye, kedvelek, bírlak, bazd meg. És most mi a faszomra ez a bali? A, tudod, miért Steve. Jöttem? Tudod, miért jöttem le? Félrejössz boxolni. Félrejössz boxolni. De most tényleg azt akarod, itt akarod bizonyítani az erődet. Félrejössz. Félrejössz, Steve. Itt. Nem itt, a gyerek, félremegyünk. Itt van annyi hely. Itt a kopaszi, eldugott hely. Itt. Ne menj. Ne menj. Csótó, ne menj. Hallod? Tobak, azt hittem, hogy kicsit több eszed van, baszket. Ne hülyeskedj már. Hát, hogyha bunyózni akarsz, hívják ki, ezt bunyózzunk. De miért akarsz engem legyőzni? De miért akarsz? Kinek bizonyítasz? Azért azt mondtad, megbaszod a számat. Mindenki, ilyet, hányan mondták neked, hogy megbasszák a számat? Mindenkivel ezt csinálod? Úgy őszintén. De nem mindenki ilyen sűrűn akarja megbasszni a számat. De Tobak, annyian írnak neked, hát én láttam, hogy 500 ember akarja megverni a számat. Jó, de és mindenkivel kiállsz? Hangoztatod minden nap a live-odban majdnem. Nem, én a Tobakot soha nem... Heti kétszer, mikor be vagy rúgva. Tobakot soha nem bántottam, mindig elmondtam minden egyes kurva live-omba. Ő Tobakot amúgy tisztelem, csak egy valamit szerettem volna, hogy hozzuk össze egy meccset, mert én nem vagyok meccsezős, én nem vagyok bunyós, érted? Akkor szeretnél ringbe verekedni? Én? Hol? Akkor józanos, fian, most nem jössz félre. Holnap bemegyünk egy terembe. Holnap lehet, de most nem a bandit fog, mi vagy, te bandinak a menedzsere vagy? Igen! A bandi menedzsere vagy? Hát kérdezd meg a bandit. Hát a bandi, leszarom mondani. De nem akarsz a bandival verekedni? Itt nem a bandiról van szó, tesó, ne forgass ki, tényleg ne idegesítsél, tesóm, elfelejtem, hogy kamerák előtt fénk, azt ledurantalak úgy a faszomba. Hallod? De most komolyan mondom, nem azért jöttem, hogy te politizáljál, hogy bandi, nem merek a bandival, merek én a bandival, és merek akár kivel boxolni, tesóm. De most én hozzád jöttem ide, nem a bandihoz, most hogy kerül ide a bandi? De mit szeretnél? De most hogy jön ide a bandi, tesó? De az a kérdés, mit szeretnél velem? Menjünk be ringbe. Elmondtam százszor. Oké, adjál 3 hónapot, és menjünk be ringbe. Benne vagy? Basszam meg, az anyám basszam. Benne vagy egy 3... De várjál! Na most tényleg, látom, hogy nagyon fel vagytok szívva. Nagyon, nagyon fel vagyok. Azt látom. De ő nem szól bele. Ő a testvérem elhozott, hogy ne kelljen gyalogoljak, mert nincs kocsim. Én csak jöttem, ő meg elhozott. Gyerekek. Nem szólít bele senki. Nem minden, hogy bele kéne szóljon egyébként, amúgy se. Nem. De egyébként meg úgy járná, hogy azt mondanád ezeké a dumáidél, hogy elnézést, Tobak. Ez így járná, hogy elnézést kérsz. Tobak, lejöttem ide hozzád, igaz? Na? Lejöttem ide hozzá, igaz? Beszélni. Dehogy is, nem a szétkamerázott, tehát mindannyiunk, most az a baj, hogy börtönbe kötünk itt, tehát csodálkozom, hogy nincsenek itt rendőrök. De nem, gyerekek, de figyelj, én nem ártottam a Tobaknak, mert becsülöm, tisztelem a kisgyerek. Bocsánat, hogy azt mondom, mert én már idős vagyok, és a kisgyerek az nem azt jelenti, hogy rossz. A kisgyerek az jó gyerek, tehát én is voltam kisgyerek, én is voltam 20 éves, az egy jó dolog. Tényleg néztük a lányodat, öreg azt mondja, menősködsz most is benne a boltba, te nem ránk de most tartozik. Neked az a bajod? Nem, most elmondom, nem ránk tartozik, meg 16 éves kislányok, akik így megbasznák, úgy megbasznák ezzel, vagy azzal ketten vagytok, akkor ti milyen kemények vagytok. Mi is ide tudunk jönni százan, de nem ez a lényeg. Te most tényleg én csak elhoztam. Elhoztad, igen? Beszéljétek meg. De ezt szerinted így kell most éjszaka a kellős közepén megbeszélnünk? Ezt a szart, és akkor beszéljétek meg. De most... De ne hülyeskedj már! Legyen már faszol, adta a nagy komoly csáó, vagy Mester Steve Mester. Legyen faszom. Hogy kapcsolt ki azt a gecit, az gyere félre, öcsém, bele. Én meg beülök a kocsira. Nem annyira nagy ember. De vagy? Mit szeretnéd csinálni? Micsoda? Mit szeretnéd? Szeretném, hogy megverjél. Szeretném, hogy megnyakazzál. De nem érted, hogy nem akartak megverni? Hát akkor miért mondasz ilyeneket? Én soha nem mondtam, hogy meg akarok verni. De mondtad. Figyelj, de mondtad. Én egyet akartam, nem rosszból. Azt mondtad, szétbasznál a Sándor Bandi, de ami egy nagyobb karakter. A Bandi, így van. Sándor a Bandi, és te velem bármikor ütni utcán, ezt mondtad. Emlékszel? Tényleg? Nem ezt mondtad?
Tényleg ezt mondtam, gyerekek? Nem ezt mondtam. Tényleg ezt mondtam? Nem ezt mondtam. Igen, be voltam rúgva. De figyelj, de én nem akarlak széged, az a baj, az a baj. Figyelj, az a baj, hogy olyan most a helyzet, hogy ha azt mondom, hogy üssünk, de akkor ne itt. Jó? Ne itt. Semmiképp sem itt, és semmiképp sem most. Nem, ez nem így. Mert ez lehet, hogy Sándor Bandi ebben benne lenne, de akkor én azt mondom, hogy ne itt és ne most, mert ebből rendőrségi ügy lesz, és nekem már, figyelj, három rendőrségi ügyem van jelenleg is. Most is jelenleg öt rendőr figyeli a lányomat. Aj, de miért akarsz tobak, miért? De nem akarok küzdeni. Nem akarok küzdeni. De tobak! Jobban vagyunk, vagy nem vagyunk jobban? Nem vagyunk jobban, Steve. Miért? Átadtam neked? Basztad a számot a live-ba. Jaj, Tobak, mindenki kibassza a TikTokon egymás száját, azért, hogy szívjuk egymás félét, tudod nagyon jól. Ha valaki bassza a számot, és én itt vagyok Magyarországon, akkor oda megyek hozzá, hogy bassza már meg akkor a számot. Á, gyerekek, ez nagyon kemény. Tehát ez... Csávuk. Á, mert jönnek a rendőrök, bassz meg. Az a baj, hogy jönnek a rendőrök, keci. Kamerát. Nem, ez nem, figyelj, Tobak, ez nem az a baj, hanem az a baj, hogyha azt akarod, hogy tényleg verekedjünk, akkor menjünk be egy ringbe, és bunyózzunk. Amikor ringbe hívtalak, akkor meg azt mondtad, hogy skandalozunk. Tobak, nem hívtál ringbe. Nem hívtalak ringbe. Ezt is elfelejt? Nem kapcsolom ki. Mi a baj? De most itt a barátod jössz. De mi a baj? Elhozott a testet. Nem, az a baj, hogy mi a baj? Micsoda? Mi a baj? Az a baj, hogy nagyon szemtelen. Az a baj, hogy nagyon szemtelen vagy a live-okban. Mi az, hogy 150 centis törpegetsz, meg megbaszol engem? Hogy mersz te velem így beszélni? 150 centi vagyok, gyere nézd meg meddig érsz tesó, 150 centi vagyok. Mi? Kis köcsök törpegeci. Mondd már meg nekem, miért kell mindenkinek a száját basznod live-ba? Téged bántottalak? Igen, bántottál. Mivel? Azzal, hogy baszod a számat a live-ba, meg törpegeci, meg buzi, meg megbaszod. Gyere nyakazzál le, itt vagy. Gyere nyakazz le. Taki, mit mondtad? De nyakazz le, de gyere nyakazz le, miért nem? Hagyja. Gyere nyakazz le. Most ez lesz, hogy kivégeztek ketten? Akkor is senki kivégezni, testvér, hidd el. Te sokáig, figyeljetek. Tudom, hidd el nekem, de live-ban most is mit mondta, oda megyek, baszom. Figyeljetek, gyerekek, én nem akartam a balni. Én nem szólom bele, itt a gyerek, a kisgyerek, én elhoztam. Itt a kisgyerek, tessék, kisgyerek. Nem tudom elengedni. Az a baj, Tobak, hogy figyelj, most bizonyíthatsz mindenkinek, hogy magány vagy. Nem bizonyítani akarok. Azt akarom, hogy te megtudd azt végre, hogy te velem nem beszélsz úgy, mint a seggedből rángattál volna. Én senkivel nem akarok, senkit nem bántok, érted? De mindenkit bántasz. De Tobak, aki engem bántasz. Figyelj, Tobak, nem igaz, mert én nem bántottalak soha, és ne forgass ki, és úgy kezdtél rólam a Bandival csúnyán beszélni, hogy én egy szót, és soha nem bántottalak téged. És ezt te tudod a legjobban, soha nem bántottalak téged. Úgyhogy nem mondd nekem, hogy te soha senkiben nem közbele, mert ez a konfliktus csak te miattad van. Mert te részegen nem tudod, hogy miket beszélsz. Tobak, tudod mi a baj? Hogy annyi ember áll beléd, és mindenkivel harcolni akarsz. Miért akarsz mindenkivel harcolni? Hát ez kibánt téged? Ez egy pszichológus. Senki nem bánt magát téged. Gec. Tobak, én vagyok az utolsó. Ki nyomod a lájba? Nem nyomja ki. Hol nyomja ki? Tudja, hogy... Na jó van, gyerekek, figyeljetek. Megvéd a live legalább, nem? Bárbaj. Adjál már, nem hülyéskedek én, adjál már. Én nem párbajozni jöttem Steve meg pénzt keresni. Jó? Párbajozna. Jó van, szevasz Steve. Benne az jó lesz, sziasztok! Úristen, nem most szóljatok hozzá. És hogy is sem le élő live-ba, hát azért nem vagyok beréd. Nem nyomja ki, ember. Sziasztok! Persze. Gyerekek! Tudod ki ez? A való világos gyerek. Ja igen, ez a való világos gyerek volt. Ez a való világ volt. Azért volt ismerős. Én is mondom, nagyon ismerő nekem. Igen. Tudok Tobak elnézést kérni, mert igazam van, meg neked... Nincs igazad. De figyelj, Tobak. Akkor mondjunk félre, nem kész elnézést. Nincs kamera, nyomjuk ezt a szart, menjetek félre. Az a baj, tudod, mint Tobak, az a baj, hogy itt már minden bizonyíték. Tehát az a baj, hogy nem mehetünk félre. Tehát, hogyha félre akarunk menni, ne most, és ne itt. Tehát, hogyha tényleg verekedni akarsz velem, ne most, és ne itt. Mert az a baj, hogy minden bizonyíték. Ha most én szét leszek verve, és kórházba kötök ki, vagy te, én akkor... Biztos, hogy nem fog kórházba kikötni. Jó, akkor te kemény gyerek vagy. De ezt nem itt kell, és nem így kell. Itt el nekem. Főleg nem így, hogy van egy testőr. De nem a testőröm. Beül a kocsiba. A gyerekek, az a baj, hogy tudod mi a baj, Tobak? Hogy 3000 ember néz ezt a live-ot. Tényleg ezt akarod? Tényleg rendőrség ügyet? Én vállalom. Mit? A rendőrség ügyet? Bármit. Börtönt? Bármit vállalok. De miért? Bántod, Tobak? Azért, mert azt mondtad, hogy te engem bármikor, bárhol megversz.
bármikor, bárhol megvesz, lenyakazol, én egy törpe 150 centis köcsög vagyok, kb. Ennyivel vagy magasabb. Nézd. Soha nem mondtam ilyet. Itt van a törpe tobak. 150 centis tobak. Soha nem mondtam ilyet, gyerekek. Tessék. Soha nem mondtam ilyet. Nem mondtál ilyet? Nem. Azt, hogy törpe, ilyet. Azt mondom, hogy kisgyerek vagy, de tudod, törpe, miért mondtam? Geci. Én emlékszem. Ja, gyerekek, ez nagyon kemény. Tehát ez... Csávó, kicsi. Már jönnek a rendőrök, bassz meg. Az a baj, hogy jönnek a rendőrök, geci. Kamerán. Nem, ez nem, fie, Tobak, ez nem az a baj, hanem az a baj, hogyha azt akarod, hogy tényleg verekedjünk, akkor menjünk be egy ringbe, és bunyózzunk. Amikor ringbe hívtalak, akkor meg azt mondtad, hogy skandalozunk. Tobak, nem hívtál ringbe. Nem hívtalak ringbe. Ezt is elfelejtett? Megyek egy 3 hónap ringbe. És akkor te is fel tudsz készülni, meg én is. És akkor nem... Én is. És akkor nem kell börtönbe végeznünk. Ez anyám beszél. Na. Nem beszél. Na, akkor nem végezzük börtönbe. Mert így kapunk 3 évet, mint annyian, baszki. Annyian, baszki. Na most lát... Annyian, baszki. Na most látod, mindenki lát, bazd meg, és börtönbe végezzük. Tobak, nem... Nem jössz félre? Tobak, nem... Nem megyek félre, mert nem akarok börtönbe se te, se te. Akkor menjünk, amit itt álljak, itt beszélgessünk. Akkor gyere le ringbe, akkor gyere le... Jó, de még egyszer esküszöm az anyám életére. Tobak, az anyám életére esküszöm. Még egyszer baszod a számot a lájba. Tudom itt... Ja, te vagy az? Én szóltam rá, hogy hogy beszél a 70 éves öreg asszony. Ja? Itt a kemény gyerek is. Faszt érdekel, itt van a menő, és neki... És itt van, akinek magyarázott. Na, Steve! Itt vagyunk, mert... Itt van mindenki! Itt van mindenki! Kurva! Nem szóltam neked, mert elhozott a telefon a kezembe. Nyomja ki azt a szart, azt kapsz két pofon. Nyom ki, öcsém! Gyerekek, most tényleg 3-an akarnak levenni. Várjál! Ja, várjál, ő tök civil, tesó. Tök civil. Ő volt a kemény gyerek, akinek basztod a száját. Mit magyarázol az öreg asszonynak, és azért nem csavartam. De gyerekek, az a baj, hogy... Gyerekek, 3000 ember néz a live-onk. Megverett a nővérem. 3000 ember, bazd meg. Na. 3700 itt. Itt már rendőrök is néznek, az a baj. Steve, Tobas, nem azért. Tudod, mit mondok neked? Háromszor volt házkutatás. Tudod, mit mondok neked, Steve? Tudod, mit mondok? Mindig túl nagy a duma, kevés a tehetség. Nézd meg, lejöttem ide beszélni. Tudod, miért jöttem le? Tisztességesen beszélni vele. De túl nagy a duma. Nézd meg, lejöttem beszélni azért. 150 centis törpe vagyok. Nem az. Akkor ezért kérjé bocsánatot. Akkor ezért viszont kérjé bocsánatot. Nem, azt hittem alacsonyabb. De akkor ezért viszont kérjé bocsánatot. Jó, alacsonyságedért, amit nem veszem. Akkor kérjé ezért bocsánatot. Hogy nem? Ezért viszont kérjé bocsánatot. Mennyi vagy? 173. 173 centi gyerekek. Azért tényleg bocs. De ezt tudod, ki mondta? Egyébként nem én. Az eskü. Egyébként... Ki mondta? Itt mondom, gyerekek. Nem, 173 centi, úgyhogy azért bocsi. Tobak, figyelj. Úgy ismersz engem, mint egy köcsög fasz. Úgy őszintén, úgy ismertél meg, Tobak? Nagyon tróger vagy berúgva. Nagyon tróger vagy berúgva. Alatt, Tobak, normálisan beszéltünk. Én nagyon tróger vagy. Én el is mondtam józanul, el lehet veled beszélgetni, de ne így áll, mert nagyon rossz hatással van rád. Tobak. Látod, ilyeneket csinálsz magaddal berúgva. Nem, ilyeneket csinálsz. Mert nézd meg, még mindenkit oltogatsz, mindenkit oltogatsz, mindenkinek a száját megbaszod, te vagy a legkeményebb. Ezt a gyereket is meg akartad verni. Ja, ő most itt belém kötött. De mindenkit meg akartad. Azért, mert nem mindenki tűri el. Nem mindenki tűri el. Tesó. Láttad a live-ot? Azért, mert itt fogsz egy izét, az kamerázol. Azért nem durantanak le, Steve, mert mindent kamerába nyomsz. Azért nem durantanak le. Mész élőbe durantsanak le. Figyelj, múltkor, tudod miért nem vittek el a rendőrök? Mert nem vettem elő a... Tudod, mit nem mondok a live-ba? Jó? Na? Tudod, mit? Tudom, miről beszélsz. Nem veszem elő. Tudod, mit? Nyugodtan hozhattad volna azt is. De Tobak, nem akarod félzni. De nyugodtan hozhattad volna. De nyugodtan hozhattad volna. Itt is fölkészültünk a legrosszabbra is, nyugodjál. Arra nem készültél fel. Arra is fölkészültem. Tobak, ez nem kell. Tessel-te. Figyelj, köztünk a nézeteltérés mi? Úgy őszintén. Az, hogy csúnyán beszélsz a live-ba, tiszteletlen vagy. Annyi ember ír rád, azért még 25 dolg. Éves vagyok, nekem a tiszteletet add meg. Tobak, hány ember ír rád csúnyákat? De tök mindegy, te több száz ember előtt csinálod, ez itt a gond. Azok meg... Nyomjali ki azt a szart, azt kapsz két pofon. Nyom ki, öcsém! Gyerekek, most tényleg 3-an akarnak leverni, bazd meg. Várjál,
Mindenkinek ő tök civil. Nem, ő tök ártalmatlan. Mondja, hogy mit magyarázol az öreg asszonynak, és azért nem csavarja. De gyerekek, az a baj, hogy... Gyerekek, 3000 ember nézi a live-onkat. 3000 ember, bazd meg. Na, 3700. Itt már rendőrök is néznek, az a baj. Figyelj, Tobak, nem azért. Tudod, mit mondok? Háromszor volt házkutatás nálam, baszki. Tudod, mit mondok? Mindig túl nagy a duma, kevés a tehetség. Nézd meg, lejöttem ide beszélni. Tudod, miért jöttem le? Tisztességesen beszélni veled. Túl nagy a duma. Nézd meg, lejöttem beszélni azért. 150 centis törpe vagyok. Nem az. Akkor ezért kérjé bocsánatot. Akkor nem, ezért viszont kérjé bocsánatot. Nem, azt hittem alacsonyabb. De akkor ezért viszont kérjé bocsánatot. Jó, alacsonyságedért, ami nem veszem. Amúgy nem, amúgy tényleg nem 150 centis. Hogy nem? Ezért viszont kérjé bocsánatot. 173. 173 centi gyerekek. Azért tényleg bocs. De ezt tudod, ki mondta? Egyébként nem én. Az eskü. Egyébként... Ki mondta? És ettől most kemények lettek, hogy hárman rám jöttek, bazd meg. Na, most bemutatkoztak, bazd meg. Érted? Hú, baszki.